Dino sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szervíz. Sportosat. Híradónk vendége Jókai Zoltán, a Vasas Óbuda női röplabda csapatának vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, jó napot kívánok! 9. Magyar Kupa győzelmét aratta, ugye? A Vasas, igen, ha jól, igen, tudom. 8 éve vagy a Vasasnál? Igen, ez most már a 9. igen. 9. Ebből hányszor te nevedhez kötődik a... Ez volt az 5. Magyar Kupa győzelem. És a többi mit csináltál? Van egy pár második is, és tavaly sajnos az elődöntőben elvéreztünk, nem jutottunk a döntőbe. Pont az idén ugye szintén elődöntőzött Gödöllővel játszottunk, de akkor 3-1-re kikaptunk, és akkor csak a 3. helyet szereztük meg. Igaz az, hogy viszonylag könnyen nyertétek meg a Magyar Kupát? Ez egy kicsit túlzás, azért úgy gondolom, hogy az első játszmában mindenféleképpen hasonlóan az elődöntőhöz egy inkább a küzdelem dominált, és miután sikerült megnyerni azt a játszmát, feloldottak a lányok, és egyre inkább melegedtek bele a játékba, és feledkeztek bele a játékba, és csináltak egyre szebb dolgokat, és akkor már úgy viszonylag könnyebben jöttek a pontok. De semmiképpen nem nevezhető könnyűnek egy döntő. Talán az elődöntő egy jóval feszültebb mérkőzés volt. A Gödöllő ellen, igen. Jobban, egy kicsit jobban rástresszeltek a lányok, és nem igazán ez az oldottság, ez nem jött ki ott a csapatból, és inkább egy kicsit izzasságszagú volt ez a győzelem. Ha jól tudom, 3 bajnoki győzelme van a Vasas. Igen. Abból ehhez 2 szereztünk. 2? Igen, az én edzősködősem alatt 2 sikerült. Akkor ez a titka annak, hogy ilyen hosszú ideje Vasasnál vagy? Hát nyilván ez is mögötte van. Nagyon örülök, hogy van lehetőség itt a Vasasnál évről évre szépen építkezni. Talán az, hogy a tavalyi évvel egy hosszabb távú szerződést ajánlott fel a klub, is jelzi felém a bizalmat. Tehát úgy most gondolom, meddig szól? Ez most 2 éves volt. Addig mindig csak 1 évet írtam alá, és illetve hát állapodtunk meg 1 évben. És hát ugye nehéz, mert mindig kicserélődik a csapat, tehát szinte újra kell minden évbe építeni a csapatot. Úgyhogy... De most bizalmat kaptam 2 évre, és remélhetőleg sikerül meghálálni. Labdarúgásban azt mondják az edzők, hogy időnként váltani kell csapatot, mert unalmassá válsz, megszoknak téged, és már nem lesz olyan hatás idő után. De akkor ezek szerint, hogy teljesen megújul mindig a csapat, akkor ezért nem válsz unalmassá, megszokottál? Igen. Illetve hát azért a labdarúgásban is van példa arra, hogy... Jó, vannak extrém példák, persze van. Mindig mindenhol vannak, de általában nem akarok mondják, ilyen karakterek közé sorolni magamat, mert hát azért messze vagyok én felhúzott nagy edzőktől, meg főleg, úgyhogy... De igen, amit már említettem, és te is mondod, hogy ugye évről évre cserélődik a csapat, tehát új impulzusok érnek engem is, és hát az új játékosoknak is kvázi új vagyok, úgyhogy sikerült eddig mindig megtalálni a hangot a csapattal, és hát az eredmények úgy gondolom, hogy igazolják azt a szakmai munkát, amit mi képviselünk. Vasas előtt hol voltál? Vasas előtt úgy kezdődött a pályafutásom így edzőként, hogy 96-ban, amikor végeztem a TFM, akkor lehetőségem adódott Cseperre kerülni az akkori nagyon jó férfi csapat mellé. Ott Olá János volt a vezetőedző, és ő mögött másodedzőként kezdtem el dolgozni, illetve az utánpótlás csapatokkal edzését vezettem, és ott voltam 2 évig, közben aztán ajánlatot kaptam a TFN
mivel hogy 96 után, miután végeztem, ott is adott egy lehetőség, hogy maradjak a TF keretein belül, és tanársegédként kezdtem el ott tanítani, és aztán átvettem a csepeli csapat után a TF női csapat, tehát aki akkor az MB2-ben volt, és szépen elkezdtünk lépegetni fölfelé, MB1, megragadtunk, illetve sikerült főiskolai bajnokságot is nyerni. Úgyhogy szépen elkezdtük ott is az építkezést. Aztán jött egy újabb ajánlat, immáron a szövetség részéről, hogy utánpótlás válogatott edzőjeként akkor beinduló Heraklis program keretein belül hosszú távon, tehát egy 4-5 éves munkát kezdjünk el, és építsünk fel egy remélhetőleg sikeres csapatot, válogatottat. Mit láttak benned, hogy végülis, hát bocsáss meg, fiatal szakember vagy, én most is, ahogy még fiatal voltál. Mit láttak benned? Hát talán azt, hogy jó iskolám volt, tehát én tatabányai vagyok, Tatabányáról származom, és ott nagyon jó edzőim voltak. Illetve többek között edzőm volt a mostani TFN kollégám Németh Lajos, aki szintén volt a felnőtt válogatottnál edző, a TFN aztán ő lett az edző, amikor oda kerültem. Úgyhogy valószínűleg ez is azért segített, illetve a Garamvölgyi Mátyás volt akkor a TFN az egyik tanárom, aki azért ikon a magyar röplabdázásban, és biztos, hogy az ő meglátásai segítettek abban, hogy esetlegesen rám gondoltak ezeknél a lehetőségeknél. Az, hogy egy kicsit más oldalról fogtam meg talán a munkát, vagy egy kicsit új szerű dolgokat próbáltunk meg behozni az éppen aktuális kollégákkal, úgyhogy gondolom ezek azok a dolgok, amik... Játékosként milyen voltál? Meddig jutottál? Kifutottad-e azt, ami benned volt? Sajnos nem sikerült, bár én végigélveztem a játékos pályafutásomat, és örülök, hogy ezt a sportágat választottam mindenféleképpen. Válogatottságig nem vittem, utánpótlás válogatott kerettag voltam, de tovább nem jutottam. Kevesebb időt szántál rá, tanulás volt a fontosabb? Nem, feltétlenül elfért a kettő egymás, mert a tanulás is és a sport is. Úgyhogy nem ez volt igazából a probléma, voltak nálam jobbak egyszerűen, tehát abban az időben főleg Tatabányán óriási bázis volt, és voltak nálam ügyesebb föladók, én előkészítő játékos voltam. Aztán lekerültem Szombathelyre, ott kezdtem a főiskolai tanulmányaimat, ott aztán játszottam 2 évet, és onnan kerültem át a TF-re, tehát NB1-es szintig vittem a játékban. Annak idején miért választottad a röplabdát? Imádtam a labdajátékokat. Minden, ami kerek volt, és lehetett vele ütögetni, rúgni. Igen, a foci is jó volt. Még a bánya még működött, akkor azért jó volt. Így van. Illetve, hát egyrészt adott volt, mert az általános iskola, ahol jártam, egyébként tőlünk 20 méterre, ott a röplabda volt a fősportág, egy nagyon lelkes, hál' Istennek mai napig élő Nemes József személyében egy rendkívül jó agilis edző foglalkozott ott a fiatalokkal, és be tudta zsongatni a srácokat, mint ahogy minket is, és megragadtunk. Vasas, hogy jött mit? TF után jött a Vasas? Igen, aztán volt a válogatott? A válogatott TF, ez egy darabig ment párhuzamosan, aztán csak a válogatott, ott aztán sikerült szép eredményeket elérni az ifjúsági EB döntőbe jutottunk, ifi VB döntőbe jutottunk, úgyhogy klassz kis eredményeket értünk el a csapattal, és akkor jött a Vasas részéről egy ajánlat, hogy az utánpótlást próbáljuk meg ott is felépíteni, illetve kezdjünk el dolgozni, és rá egy évre, miután oda kerültem a Vasashoz, akkor kaptam egy lehetőséget, hogy mint vezetőedző a felnőtt csapatnál is elkezdhessük a munkát. Első éved
Hogy sikerült? Hogy zártad? Első évben rögtön megnyertünk mindent. 2005-ben volt az első bajnoki cím, meg az első kupa győzelem. Aztán... Parádésre indult akkor. Igen, 2007-ben megint dupláztunk. Úgyhogy az egy jó kis korosztály volt, jó kis szezonok követték egymást. Nem volt ez olyan nagyon rég, de mégis egy kicsit más volt. Tehát ma már jóval több az olyan játékos, aki párhuzamosan csinálja a főiskolát, gimnáziumot, rendkívül fiatal csapatról van szó, jelenleg a Vasasnál. A második legfiatalabb csapat, ugye? Igen. Jól tudom. Akkor viszont több volt a ténylegesen profi játékos, akik a sportból lehet éltek. Egyáltalán ma még profi röplabda játékost szerződtetni? Van még ilyen, kevesen egyáltalán? Vannak, akik csak ezt csinálják, tényleg 2-3 játékos csapatonként, tehát nem annyira jellemző már. És akkor többiek dolgoznak, vagy iskolába járnak? Főleg iskolába járnak, ugye úgy próbálják képíteni azért. De akkor, hogyha befejezik az iskolát, és nem kapnak jó szerzőst, akkor odébb állnak? Hát, vagy odébb állnak, hál' Istennek vannak. Azt próbálja sugallni feléjük, hogy ugye mindig legyen céljuk, amit kitűznek maguk elé, és próbálják elérni. Na, egy fiatal, tehetséges lánynak, aki befejezi a főiskolát, egyetemet, milyen céljai lehetnek a sportágon belül? Lehet olyan, hogy válogatottal szenzációs eredmények, hogy külföldre szerződjön, ezek mennyire kézenfekvő és elérhető? Ilyen pillanatban az volt elérhető, számtalan példa van erre, és van lehetőség arra most már egyre több, egyre szélesebb, hogy külföldre tudjanak menni. Nagyon sokuknak ez is az egyik elérendő cél, hogy valami hívósabb bajnokságban. Jó, azért mehetnek ki a magyar lányok, mert ennél is, tehát nemzetközi szinten, nem csak a válasz, hanem kupa szinten is azért nem tudunk maradandót nyújtani. Ezt be kell látni. Igen. Most akkor innentől kezdve, akkor mégis hogyan lehet eladni a magyar lányokat? Mi a titka ennek? Miért kell ennek? Ördögi kör egyébként, mert mindig jönnek újak és tehetséges lányok, akár a fiúknál, akár a lányoknál, akik eljutnak oda, hogy tényleg felfigyelnek rájuk külföldön, és kapnak lehetőséget. És a válogatott is úgy épül fel jelen pillanatban, a női felnőtt válogatott, hogy 80% az külföldön játszik. Tehát egyfelől az egyik szemünk sír, hogy ezek a tehetségek kimennek külföldre, mert nyilvánvalóan a magyar női röplevel szállnak ezzel. A játékos ügynök itt is működik ezek szerint. Természetesen. És mennek is figyelnek. Ugyanakkor egyfajta büszkeség is az, hogy mindig tudunk nevelni olyan játékosok, akik megállják a helyüket kint külföldön. Csak hát igen, nem itt teljesednek ki. Ugye például most a Vasas ugye a közép-európai ligába kardoskodik, igen. Jelenleg a 8. helyen állt a 9 ponttal, ugye? Igen. És holnap mérkőzés fel rátok, Riekában, jól tudom? Megyünk, igen. Tehát ilyen közép-európai liga sorozat, vagy ez egy sorozat, mennyire alkalmas arra, hogy egy játékos eladja magát? Abszolút. Abszolút jó lehetőség, hiszen itt az a közép-európai liga 5 nemzetet foglal magába, ugye a környező országokat, Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szlovénia és Magyarország a jelen szezonban az 5 ország, és a színvonal adott, mert a szabály, a nevezési szabály az úgy szól, hogy csak a dobogós helyezettek nevezhetnek erre a bajnokságra, tehát minden nemzetből a legjobb csapatok. Na most, aki itt kitűnik és tud letenni az asztal egy olyan produkciót, amire felkapják a fejüket, akkor nyilvánvalóan a következő szezonban esetlegesen már próbálják ugye magukhoz csábítani. Úgyhogy hát igen, mi elindultunk nagy örömömre ebbe a bajnokságba, sajnos nem úgy jött össze, hogy az elején terveztük, de úgy gondolom, hogy tanuló évnek mindenféleképpen. Sőt, volt? Szerintem igen, én úgy terveztem, hogy ezzel a garnitúrával, ezzel az anyaggal, igen, ott az 1-5-be lenne a helyünk. És hát az eredmények ugyan nem ezt mutatják, de a mögöttes dolgok,
amit ugye nem mindenki tud, hogy milyen problémái vannak egy csapatnak adott szezonon belül. Ugye minket is utolért egy-két nagyon banális sérülés, amivel nem tudtunk mit kezdeni. Kevesen voltunk, kiesett hirtelen 2-3 kezdő játékos. Sajnos ugyanazzal a szinten nem tudtuk pótolni, bár vannak tehetségeink és fiataljaink, de egyelőre még nem képviselték azt a színvonalat. Úgyhogy ez nagyon befolyásolta az eredményességünket, de így is jó kis mérkőzéseket játszottunk. Akkor Riekával, illetve Vukováron akkor ott... Igen. Vereség? Nem. A Vukovárt itthon megvertük például, tehát nagyon jó lenne kint is elkapni őket, és szerintem a Riekával is tudunk játszani egy jó kis mérkőzést. Van olyan lány a csapatban, akire már úgy félszemmel felfigyeltek? Van. Már a nyári felkészülési tornákon is megtaláltak egy-egy lányt. Nemzetközi csapatokkal játszottunk. Most kit figyelnek a csapatodból? Hát mindig képben van például Sándor Renáta, aki a tavalyi Magyarországon játszó játékosok közül az év játékosa lett. Egy nagyon dinamikus, robbanékony fiatal lányról van szó. Aztán Milovics Júlia, az előkészítő játékosunk, aki szintén nagy tehetség és nagyon klassz paraméterekkel rendelkezik, megvan hozzá minden adottsága, hogy egy jó kis irányító játékos legyen belőle. Ő felőle is már érdeklődtek, úgyhogy és hát többieknek is szerepel a céljai között az, hogy esetleg sem kipróbálják magukat. Mivel ugye most jövőre is szól a szerződés, ugye 2 éves. Mennyiben módosítja ugye a gondolkodásodat, hogy akkor a csapatépítés, hogy most kik ne menjenek el, tehát módosul ez? Tehát próbálsz már most úgy arra készülni, hogy összerakni egy csapatot, hogy következő szezonban aztán még jobb legyen? Igen, egy fiatalabb, agilisebb vezetés állt föl most itt a Vasasnál is, a szakosztályon belül, akik már elkezdték januárban építgetni ugye a még ugyan távoli jövőt, de az, hogy valóban, hogy jövőre milyen lehetősége, milyen céljaink lehetnek. Az elsődleges dolog az, hogy mindenféleképpen szeretnénk megtartani ezt a csapatot. Tehát most kialakult egy nagyon klassz kis mag, akit még pótó vagy tovább egy-két játékossal lehetne bővíteni. És hogyha sikerülne újra elindulni ezzel a társasággal, akkor úgy gondolom, hogy jövőre már egy egészen komoly eredményt tudnánk elérni. Igaz az, hogy idén dupláztok? Magyar kupa megvan, és meg lesz a magyar bajnoki cím is? Vagy. Ez a célunk, mindenféleképpen szeretnénk, hogy az első lépcső megvolt. Azt mondják, hogy minden adban van ahhoz a Vasasnál, tehát igenis tessék behozni az aranyérmet most. Igen, ez egyfajta kis felelősség is, hiszen valóban jó anyag van a Vasasnál most. Valóban ez a gárda eljuthat a bajnokságban is a legvégső küzdelemig, és hát ezért is dolgozunk nap mint nap, hogy ezt elérjük. Ki tudja esetleg a trónról lelökni a Vasast? Békés Csaba, Újpest, Gödöllő, vagy Biese? A Gödöllő mindenféleképpen ott van, ez a BSE, akit most ugyan 3-0-ra vertünk, de egy rendkívül szívós csapatról van szó, tehát azért hosszú távon, ugye 3 nyert mérkőzésig megy egy ilyen a playoffba a páros mérkőzések, úgyhogy ott azért 3-4-5 mérkőzés alatt azért sok minden történhet, 2 naponta vannak a mérkőzések, tehát itt azért sok minden közre játszik. Biztos, hogy nem lesz egyszerű. De azért te is érzed az, hogy benne van a csapatban az aranyérem. Benne, mindenféleképpen benne, hát ezt ki kell mondani, ezzel a lányok is tisztában vannak, erről sokat beszélünk, úgyhogy fel kell vállalni, igen, hogy nekünk az a célunk, hogy mind a két fronton. Milyenek? Mennyire érzékenyek? Mennyire viselik nehezen, hogyha egy ilyen terhet a vállukra tesznek, mondjuk a szurkolók, hogy igenis aranyérem a jó?
Hát mindazról, amit csak beszélni kell róla, addig nincs gond. Tehát persze akkor fölvállalja az ember. Aztán amikor közeledik az időpont, és vagy éppen a szorgos hétköznapok mögé kell tenni ugye a megfelelő mennyiségű és minőségű munkát, ott azért már azért vannak kisebb-nagyobb surlódások, de hát a női csapatnál mindig vannak ilyenek. Zárásként gondolkodsz-e azon, hogy majd egyszer a fiúknál is edző leszel? Igen, ezt most többen föltették már ezt a kérdést. Mindig is gondolkodtam, tehát nem vetettem el. Egyszerűen az élet úgy hozta, hogy Budapesten sajnos nagyon kevés a férfi csapat, a komoly szakosztály vagy klub. Úgyhogy egyfelől be van határolva ez a lehetőség. Inkább a női vonal az, ami Budapesten erős. Úgyhogy egyelőre viszont nem terveztem elköltözni Budapestről, úgyhogy maradok. Tehátok itt az a lényeg, hogy nívós csapat legyen, és komoly igen, kihívások. Ahol komoly munkát lehet végezni, én ezt szeretném továbbra is csinálni, igen. Mikor lesz a szövetség kapitány? Az vagyok most már másfél éve. Másfél éve? Igen. Igen. Na. Másfél éve megkaptam a kinevezést, és az a fajta építkezés, amit kvázi a klubokban is mindig csináltunk, az most elkezdődött a válogatottnál is. A szövetségben is egy új vezetés állt fel, és nagyon nagy segítséget nyújtanak, hogy a válogatott komoly programmal rendelkezzen. Tavaly elindultunk a Európa Ligába, és letettük a névjegyünket Európába. Tudod, miért így tettem fel a kérdést? Ezzel akartam arra utalni, hogy igazából a magyar sport szerető emberek szinte semmit nem tudnak a mai válogatottról, a röplabdáról, a sportágról. Igen, sajnos ez tény, hogy nagyon keveset szerepel ami a különböző médiában a sportág, de talán ez is változik. Ez a sportágról. Hát nem tudom, hogy mi a baj, mert akármerre megyünk itt ugye a Közép-Európai Ligán belül, mindenhol borzasztó népszerű, a legtöbb tagállamot foglalja magába a röplabdázás, a világon mindenhol ugye imádják és megörülnek tőle az emberek. Mi a probléma? Valahol nem jól lett felépítve, nincs jól propagálva, és ebbe kell mindenféleképpen javulnunk, az iskolákba eljuttatni ezt a sportágat. Bár nagyon sok helyen ott van és szereti, csak valahogy nincs kellőképpen összefogva. Elképzelhet, hogyha ismertebb lesz, még nagyobb lesz a szurkolóbázisa, akár egy vidéki kosárlabda mérkőzéseken, ugye? Igen. Félelmetes szurkolódáborgonak, akkor lehet, hogy még jobb és még eredményesebb lehetne akár klubszinten is a magyar röplabdázás? Biztos vagyok benne. Például most, ami ugye a Magyar Kupa döntőn teltház volt a Fáy utcai sportcsarnokban, nagyon rég volt már röplabda mérkőzéseken ennyi ember, és láthatóan be lehet őket zsongatni, és nagyon élvezték, rengeteg fiatal volt, ahogy néztem a lelátót, és hát remélem, hogy ezek a gyerekek, ezek végképpen maradnak a sportágnak. Na, bízunk benne, hogy elindult egy folyamat, és egyre többen nyitottak és kíváncsiak lesznek a röplabdára. És végszóként ugye a látványsportok közé is majd egyszer bekerül a röplabdázás, hiszen szerintem ennél szebb látvány nincsen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat. A Dino Sport Híradó támogatja a Nemzeti Sport.